Ebből az épületszárnyból már átköltöztették a lakókat annak érdekében, hogy mi hamarabb elkezdődhessenek a munkálatok. Az épületek rendkívül elhanyagolt állapotban vannak, és energiahatékonyság szempontjából sem voltak kedvezően fenntarthatóak. Az önkormányzat és az intézmény a múlt évben saját forrásból kivitelezte a terület aszfaltozási munkálatait, ezzel is segítve a dolgozók és a lakók mindennapjait. Most, amit meglépünk, én azt gondolom, hogy hosszú távon rendkívül nagy előnyökkel fog szolgálni. Egy az energiahatékonyság, kettő pedig az, hogy sokkal jobb és sokkal megfelelőbb, komfortosabb körülmények között fognak itt dolgozni az ápolók, akik az idősekről, demensekről, fogyatékosokról gondoskodnak, és hát 204 embernek a mindennapi élete, aki a 0-24 órát itt tölti, válik sokkal jobbá és komfortosabbá, hiszen nyílászáró cserék, födémcsere, hőszigetelési munkák, kazáncsere, fűtőtestek cseréje fog megvalósulni. A topluszos forrásnak köszönhetően a gyermekek táboroztatását nem csak a nyári melegebb időszakban lehet majd elkezdeni, hanem az őszi-téli időszakban is szerveződhetnek programok az ifjúsági tábor területén. Ott sajnos nagy lemaradásban voltunk, hiszen azok az épületek nem voltak abszolút téliesítve, nem voltak energiahatékonyak. Ott is hőszigetelési munkák fognak megvalósulni, és hát a téliesítés szempontjából ugye nyílászáró cserék, valamint kiépül egy hőszivattyús és fűtőpaneles megoldás, tehát nem kell a tábort úgymond a hidegebb időszakokra, hogyha úgy adódik most már bezárnunk, hanem az őszi, téli, koratavaszi időkben is tudunk vendégeket fogadni, akár gyerekeket, akár időszakosan megszállni vágyók. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ezzel Tiszavasvár önkormányzata, ez az intézmény és a Gólya Hív ifjúsági tábor egy nagyon nagyot lép előre a jövőben. Szőke Zoltán polgármester elmondása szerint a felújítási munkálatok ütemezését igyekezték úgy alakítani, hogy a gyermektáborok zavartalanul folyhassanak, és a sérült vagy időskorú lakók a lehető leghamarabb visszaköltözhessenek szobáikba.